Hölgyeim és Uraim, elfogadta meghívásunkat az Édeséles sztárja, Berki Krisztián! Jó estét, fiának! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Voltál már ebben a műsorban, de akkor még nem voltál ekkora sztár és ekkora mém, mint amilyen most lettél ugye az interneten. Szóval én azt gondolom, hogy a legegyszerűbb, hogyha azzal kezdem a beszélgetést, hogy előveszek egy... Jó, értem. Megmutatod, hogy kell? Értem a poént. Elmehetünk szaunába, megmutatom az enyémet, hogy mennyivel simább, mint a tiéd. De miért kellett ez? Most őszintén. Ez egy bőrfeszesítés, ez egy eljárás, és igazából, hogy ott voltam a plasztikai sebészúrnál, azt gondoltam, hogy akkor már kipróbálom, úgyhogy viccnek indul, de aztán a végén jól sikerült a beavatkozás. De hogy jutott eszedbe, hogy bocsánatot kék, a zacsinnál feszesítsd a bőrt? Pont a versenyelőtti időszakban voltam, és elmentem egy ilyen zsírbontóra. Nagyon sok férfinak egyébként szüksége lenne rá, egy nagyon-nagyon jó kis gép, tehát így oda viszont én is elmennék. Hastályokon bontja a zsírt. És közben mondtam a doktornak, hogy esetleg egy kis botoxot lőjön be a homlokomba, és nincs-e valami extra. És hát akkor mondta, hogy hát van neki egy teljesen új gépe, senki még nem próbálta, és hát szeretek mindenben az első lenni, úgyhogy így azt gondoltam, hogy oda teszem a helyemet. De az orvost hogy hívják, Terry Black? De gondoltad volna, hogy ez ekkorát fog szólni? Őszintén szóval nem. Tehát nekem ez, amikor ezt megcsináltuk, és ugye ott volt mind a sajtó, mind az Édeséles kamerája, akkor nem is gondoltam, hogy ez az emberek számára egy akkora extra dolog, hogy valaki éppen a helyét feszesíti. Szerinted nem? Nagyon durrant, ez tény, hogy láttam, hogy mém lettem, láttam különböző fotókat, úgyhogy... De nem lehet, hogy ez ilyen más jellegű beavatkozás volt, csak erre próbáltad eltolni? Az az érdekes, hogy legutóbb, amikor itt voltál, akkor arról beszélgettünk, hogy te milyen komoly politikai pályára készülsz majdan. Ez még mindig benned van, ez az ambíció, ez a törekvés? Nem az van bennem, hogy komoly politikus legyek, vagy esetleg politikai pályára kerüljek, hanem amilyen területen dolgozom, és ha van rám szükség akár a politikában, akkor szívesen segítek a későbbiekben. Azonban pontosan tudom, hogy a mai Berki Krisztián nem fér bele a politikai életben. Egyrészt ugye a celebsége miatt, egyrészt a műsor miatt, másrészt pedig pontosan emiatt a sztorik miatt. Hát vasalóval tüntetnének ellened, azt tudom. De őszintén azt gondolom, hogy minden ember átvihető egy másik területre, és ha én például tudok kommunikálni adott esetben az Y és az Z generáció felé, akkor miért ne tehetném meg ezt később, mert pontosan ma egy bármilyen politikai párt nem tud ezekhez a rétegekhez eljutni, és azzal az ismertséggel, amire én szert tettem, köszönhetően a TV2-nek és az Édeséletnek, azt úgy gondolom, hogy bárhol más területen is lehet kamatoztatni. De hogy odafigyelnek rám az emberek, egy teljesen más nyelvezettel természetesen. Oké, de úgy ítéled meg, hogy ez az ismertség, ez hitelessé is tesz téged? Egyelőre nem. Ugye én azon a saját personal brandemet, hogyha elemezni kéne, akkor először ugye ismertnek kell lenned, aztán hitelesnek, és utána pedig szakmailag elismertnek. Én a létre a legalsó fokán állok jelen pillanatban, és tudatosan majd ezeket a lépéseket meg kell tennem ahhoz, hogy később hiteles lehessek, és az emberek elfogadják és kövessék a adott esetben a gondolataimat, vagy a mondataimat. Oké, Krisztián, de az a nagy kérdés, hogy te miben akarsz hiteles lenni, mert hogyha a testépítésben, akkor abban nyilván az vagy, hiszen csak rá kell nézni. De nem biztos, hogy bármilyen politikai vagy gazdasági témában megnyilatkoznál, akkor hitelesnek tartanának, hiszen az újság vagy azzal van tele, hogy a helyzetet vasaltatod, vagy azzal van tele, hogy végrehajtást kérnek Berki Krisztián cég ellen, vagy azzal van tele, hogy egy nap alatt 20 millió forintért vásárolsz.
Szóval aztán majd belemegyünk, hogy ebből mi igaz, meg mi nem igaz, de miért gondolod, hogy te hiteles tudsz lenni mondjuk egy komolyabb tematikában, komolyabb témában? Nagyon sok ember csinál szerintem hasonló dolgot, most tegyük félre a vásárlást, de mondjuk a vásárlást, vagy hasonló szinten él, mint én, amit bemutatok ugye a tévében. Ezt tudom, hogy sok esetben közbotránkoztatást nyer, de én ilyen vagyok, én ezt vállalom, és pontosan azért, mert vállalom, hogy honnan jöttem, vállalom, hogy hol tartok, vállalom, hogy miket csinálok, és amikor megéri egy újság adott esetben, hogy végtörlesztenek egy cégemet, akkor érdekes, hogy végrehajtás vagy végtörlesztenek, nem tudja leírni, hogy a Bér Krisztián tartozik. Tehát én akkor is elmondtam az újságnak, amikor fej volt ezzel az információval, hogy nézze meg a céget, hogy valaha működött-e, valaha befogadott-e számlát, és bocsájtott-e ki számlát, és ha nem volt benne forgalom, és ezt a céget bezárják, akkor az esetben a Bér Krisztián miért kell a Bér Krisztián támadni újságon belül? Pontosan ez az újság írta meg azt is, hogy a Vác tulajdonosával kapcsolatban is elszámolási vitába keveredtek. Amikor ez az újságíró felhívott, két témában hívott fel, hogy én tartozom 42,5 millió forinttal, valamint, hogy felszámolásom az egyik cégem ellen. Én akkor elmondtam neki nagyon őszintén, és ezt tényleg elnézést, de ezek a mondatok jöttek ki belőlem, hogy magyar vagyok, szembe felhívsz egy magyar embert, és van egy angol úriember, ami valamit állít. És egyszer egy újságíró sem, amióta ez az ügy fent van a bulvárban, egy újságíró sem tette fel a kérdést, hogy ne haragudjon, angol úriember, 42,5 millió forint, ő átutalta a Bér Krisztiánnak, odaadta a kezébe, mutasson meg bizonylatot. Tehát mi alapján mondja azt, hogy Bér Krisztián eltette az ő 42,5 millió forintját? De mi alapján egy mondja? Egy újságíró sem kérdezte ezt meg tőle. Mindenki azt mondta, hogy akkor ez biztos igaz, és a Bér Krisztián ezt csinálta. Nem tudom, hogy mi alapján állítja, valószínűleg az alapján próbálja, hogy volt egy eladófél, és ő volt a vevő, én voltam a közvetítő a két fél között, és amikor ez az ügylet létrejött, és kifizette a pénzt az eladófélnek, akkor utána történt egy jogi procedúra, amiből kiderült, hogy az a szerzés, amit kötöttek, az elvileg semmis. Azt szeretném elmondani, hogy mind az eladó és mind a vevő részéről ügyvédek készítették a szerződést, és ügyvédi ellenjegyzés történt. Tehát úgy gondolom, hogy mind a két ügyvédnek tisztában kellett volna lenni azzal, hogy ez a szerződés mi lesz a kimenetel. A másik része pedig az, hogy Bér Krisztiánnak semmilyen módon nem állt érdekében az, hogy ez a szerződés ne jön létre, mert többször lenyilatkozta az angol úriember, hogy a szerződéskötés után Bér Krisztián kisebbségi tulajdonos lesz a Váci futballcsapaton. Tehát én pénzt kerestem volna azzal, hogy ez az üzlet létrejön. Mégis mindenki azért támad, hogy miattam nem jött létre. Tehát nem állt érdekemben, sőt, kifejezetten szerettem volna. De állítólag fel is jelentett téged? Állítólag feljelentett engem tavaly nyáron csalás vádjával, csak az a vád ugye nem állt meg a rendőrségen. Tehát voltam tanúkihallgatáson, és bűncselekmény hiányában törölték az ügyet. Jelenleg bármelyik cégedet beleértve, a Ferencvárost, a Vácot beleértve, folyik ellened büntető eljárás? Nem tudok róla. Tehát hivatalosan nem tudok róla. Nem voltam kihallgatáson. Mondom, a tavaly nyáron felettem jelentve, azt tudom, ott voltam tanúként kihallgatva, majd utána mondta a rendőrhölgy, hogy bűncselekmény hiányban nem állt meg. Úgyhogy megszüntették a nyomozást. Ennyit tudok. De miért van az, hogy a Fradinál is, meg a Vácnál is veled kapcsolatban elszámolási gondok jelentek meg? A Fradinál volt, hogy elszámolásbeli probléma jelent meg, a Vácnál nem volt ilyen, hogy elszámolásbeli probléma, ott maga az üzlet... Meggyanúsított az üzlet, de maga az üzlet nem is jött létre, Péter, tehát nem jött létre az üzlet. Tehát mielőtt létrejött van az üzlet, már meg lettem gyanúsítva. De akkor mi alapján jelentett fel téged ez a pasas? Nem tudom. És nem hívtad fel, hiszen ti üzleti kapcsolatban álltad? Találkoztam vele egyszer, személyesen, de igazából nem mondott semmit. Tehát nem is utalta arra, hogy engem feljelentett. Nem is utalt semmire. Szerintem ez arról szól, ez egy ügyvédi lépés, hogyha az eladótól és a közvetítőtől is egy időben egyébként kérje a 42,5 millió forintot, és valakitől szeretné megkapni. Tehát és igazából neki teljesen, hogy a Bér Krisztiánon tudják ezt végrehajtani, vagy az annó eladó félen. Tehát mind a két emberen 42,5 milliót követelt, vagy követel. A másik téma, ami veled kapcsolatban folyamatosan címlapokat generál, az az, hogy jó módban élsz.
ami nem is lenne baj, és az sem lenne baj, nyilván, hogy ezt vállalod, és nem titkolod el, hogyha elmész nyaralni Miami-ba, mert azt mondod, hogy ebben én igenis beleállok, megengedhetem magamnak. Ugye más kérdés, hogy miből, majd nyilván ezt is el fogod mondani. De az, hogy egy nap alatt 20 milliót költsél, az azért elég kemény, és akár arcpirító is lehet. Ezt miért vállaltad fel? Tehát nem lett volna kötelező neked azon az egy napon megvásárolni ezeket a 20 milliós javakat, hanem egyik hónapban az egyiket, a másikban a másikat, hogyha minden áron méregdrága órát és méregdrága autót akarsz. Szóval ez polgárpukkasztás, és én azt gondolom, hogy ez tudatos volt a részedről. Ha szól, akkor szóljon. Tehát én éppen akkor voltam szabadnapos, úgyhogy akkor értem rá. Tehát nekem is be van táblázva a napom, én is, nekem is vannak ugyanúgy, mint a csajoknak shopping napjaim. Nekem ez volt az, és hát elindultam, és így lett vége. Most az az óra van rajta? Nem, ez egy másik óra. De ez arany óra? Ez arany. De ez mennyit ér körülbelül? 10 millió fölött. Hány órád van? Hány ilyen 10 millió körüli órád van? 10 millió körül kettő, a többi mondjuk a fele. És mennyi a többi?